Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai téma, ez egy érdekes történelmi téma, az a címe: Pest, Buda, Ó Buda, mit gondol a főváros nevéről a halacha? Lényegében, hogy az alcímben oda kell írni, adalékok a 150 éves Budapest zsidó történethez. Mindig vannak témák, amit nagyon szívesen megírnám magyarul a magyar olvasóknak, akik nem ismerik és nem nincs hozzáférésük a héber nyelvű rabinikus irodalomhoz, de minden, sokszor ezek nagy témák, részletesen meg kéne írni, hát nincs idő, nincs hely. A héten úgy döntöttem, hogy megírom ezt a témát, mi a fővárosnak a neve halacha szerint, de hát írásban egy része meg is jelent a Good Shabbos-ben a héten. A probléma ott van, hogy írásban igaz, hogy két része is, két részben meg fog jelenni, de még mindig túl kevés a hely, és ezért gondolom, hogy itt érdemes jól kifejteni ezt a témát. Ha keresünk aktualitást a dolognak, hát a házasság ez mindig egy aktuális zsidó téma, Ávhó 15-en, most van 28-án, majdnem két héttel ezelőtt az a házasságnak a napja volt, múlt héten ünnepeltünk a Benji barátunknak az esküvője, New Yorkban én voltam az S2 rabbi, szóval apropó, az mindig van, mindig aktuális a házasságnak a témája. Most, mi a kérdés? És az, hogy mi a fővárosnak a neve? A halakha szerint hogy kapcsolódik ez a házassághoz? A válasz erre az, hogy a házasság, hogy szoktak ezt itt Pesten nevezni, egy egyházi esküvő, egy zsidó egyházi esküvő, az nem csak eljegyzésből és házasságból áll, hanem kellett legyen egy házasságlevél is a ketuba. A kötubában be kell írni dátum, amikor lett ez kitöltve, és hely is, hogy hol lett ez kitöltve. És akkor már is itt a kérdés, hogy hol? Mi a Budapest fővárosnak a neve? Még részletesebb, még nagyobb a kérdés a getben, a vállólevélben. Miért? Mert a vállólevélben, mindjárt fogunk látni ezt sokkal részletesebben, a vállólevélben nem csak neveket írunk, egy név, a főnév, hanem másodlagos nevek, becenevek is. Először beszélünk az emberről, azt hiszem, hogy egyszer már beszéltünk erről itt részletesen, hogy mondjuk, hogy János és Ági válnak. Először azt kell tudni, mi Jánosnak a héber neve. És kiderül, hogy Jánosnak a héber neve az Jochanan. Igen ám, de nem mindenki nevezi őt Jochanan, valaki, mint a Jojhinak is nevezi. Akkor oda fogunk írni a getben Jojhanan, akit Jojhinak is neveznek. Igen ám, de van, aki Jánosnak nevezi. Akkor utána az lesz írva, akit becéznek Jánosnak, de van, aki Janinak becézi. Akkor Janit is fudakad én. Azt jelenti, Jochanan, akit Jochinak is hívják, akit Jánosnak is hívják, akit Jancsinak, vagy Janinak becézik. Ez a név, ugyanez igaz a férnek a neve, a neve kapcsán, a fér apja neve kapcsán, a feleség neve és a feleség apja neve kapcsán. Mi azt mondja, rengeteg név kerül bele a vállólevélbe. Úgy biztos, hogy lehet azonosítani őt 100%-osan. Egy kicsit
Ez hasonlóan a városnak a nevet is így írjuk. A városnak van több neves, és Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában minden városnak van több neve, a magyar neve, német neve, szlovák neve, latin neve, mindenféle nevek vannak. És, az a, és ezeket mind beírjuk a vállólevélben, még ez se elég, mert egy várost azonosítani az egy nehézebb egy kicsit. Én emlékszem, amikor a űrhajó, az amerikai űrhajó felrobbant, amikor visszafele jött az űrből, és ott rajta volt az a zsidó űrhajós, és akkor melyik település fölött felrobbant Texas államban, Amerikában, Jeruzsálem település fölött. Jeruzsálem. Ott van Texasban egy Jeruzsálem. Szóval ezek szerint, ha valahol beírjuk, hogy a házasság történt Jeruzsálemben, akkor nem tudjuk Jeruzsálem Izraelben, vagy Jeruzsálem Texas Amerikában. És ezért a város nevek mellett szoktunk még odaírni, hogy melyik folyó megy a város mellett, ha van folyó, ami megy a folyó, vagy nem feltétlenül folyó, óceán, patak, és illetve még azt is írjuk, azonosítani a várost, hogy milyen vízből táplálkozik. Esővízből, forrásvízből, vannak gyógyvizek, gyógyfürdők, ami lényegében meleg vizek, azt is beírják. No, ez a ház, a válás kapcsán. A házasság kapcsán nem írjuk összes név, hanem a legfontosabb neve, az első neve. Például Johanan és Szára. Nem Jochi, és nem János, és nem Ági. Johanan és Szára, mert ez a fő név, ez a héber neve. Ugyanígy a városnak a neve, nem írjuk az összes nevet. No, ez a bevezetés után, akkor nézzük meg, mi a Budapest fővárosnak a neve a halakha szerint. 1874-ben, jól mondom, szerintem, akkor volt Budapest, Óbudának az egyesítése, ebből lett Budapest, és a kérdés az volt, akkor most házasságlevélben, vállólevélben mit fogunk írni? Fogunk írni innentől kezdve Budapest, vagy továbbra is fogunk írni Pest, Buda, Óbuda? Ezzel a kérdéssel rögtön abban az évben, 1874-ben foglalkozott vele Pest, a pesti ortodox hitközség első dájánja, ő nem volt a főrabbi, Dáján volt, Eckstein Avraham Eliezer, 1838-tól élt 1908-ig, és a haláláig volt Dáján itt Pesten. Ő ezzel a kérdéssel foglalkozott, és több híres rabbihoz írt a témában. Ez mind megjelent a könyvében, amiben részben Talmudhoz írt hosszú fejtegetésekből áll, illetve responzumokat. A könyvnek a második felében vannak a responzumok. Ő ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az első nagy kérdés az, hogy van-e olyan fogalom, mint névváltoztatás. Az igazság az, a névváltoztatással már a Biblia is foglalkozik, 1 Mózes 28 per
9, amikor Jákob megváltoztatja a Luz városnak a neve. A Talmudban is van szó egy névváltoztatásról. A kérdés, ki változtatja a nevét. Az biztos, hogy ha egy másik hatalom, mondjuk a régi időben egy másik király elfoglalja ezt a várost, és megsemmisíti a korábbi nevét, nem is engedi, hogy használják azt hivatalosan, és ad egy új nevet, akkor mondja a Talmud, a megváltozott a nev, akkor az új nevet kell használni. Igen ám, de Budapest esetében nem arról volt szó, hogy mit tudom én, a törökök most megváltoztattak, miután megszálltak a fővárost, megváltoztattak a nevét, hanem a meglévő hatalom, a meglévő kormány, a meglévő hatalom az, ami megváltoztatta a nevét, de nem szüntette meg, mert a mai napig is van, aki Pesten lakik, valaki Budán lakik, és Pestre jön dolgozni, és valaki Óbudára utazik. Ami azt mondja, nem szüntették meg a városnak a neve teljesen. A kérdés az, hogy akkor milyen nevet használnak. Először maradjuk a vállalevél kapcsán, utána majd megnézzük, hogy a házasságlevél kapcsán, és utána megnézzük, hogy mi változott. Első válasz, első körben Löv Jirmiáhuhoz fordult, sátoralja újhelyi rabbi, 1811-től 1874-ig élt, akkor lényegében abban az év, az utolsó évében fordult hozzá ezzel a kérdéssel, és ő arra gondolt, hogy egyelőre a régi név az még mindig a főneve, ezért azt gondolta a Löv rabbi, a sátor anya, újhénak a rabbia, hogy úgy kéne írni, hogy Pest, ami Budapestnek is nevezik. Ez volt a Löv rabinak az érvelése. Aztán jött az Ungvári rabinak az érvelése, az pedig Mannheimer Heinzi, szint 1814 től 1886-ig élt, és ő nem értett ezzel. Nem értett ezzel együtt. És mi az ő érvelése? Az első érvelése az, hogy József Károv, a Sulchan Aruch, a zsidó törvénykönyvnek a szerzője, ő neki van egy írása a responsumai közül, ahol azt mondja, egy get esetében, egy vállólevél esetében mindent megtesszük, hogy ne változtassuk meg a nevét a getben. Azért ugyanaz a nevet, amit tegnap is, tavaly is, 5 is, 10 is, 50 évvel ezelőtt írtuk, azt a nevet írjuk továbbra, ha lehet. Miért olyan fontos ez? Ez azért olyan fontos, mert az ember kézbe fog venni két gettet, két vállólevet, azt mondja, hogy uppa, más városnév van ide írva. Hát, vagy észreveszi, hogy a dátum miatt megvált, azt jelenti, hogy ez egy későbbi évből van, és ezért megváltozott, hogy azt fogja mondani, huha, a rabbi tegnap írta ezt a vállólevet, ez érvényes. Amit írt 10 évvel ezelőtt, vagy valaki más, az nem volna érvényes. Ezért mindent megteszünk, hogy ne változtassuk meg a nevét, ha nem nagyon muszáj. Nagyon muszáj, ez azt jelenti, amikor új hatalom van itt, és ők megtiltják, akkor mindenképpen figyelembe kell venni, de mivel itt nincs új hatalom, továbbra is használjak Pestet, Budát, akkor ezt kell használni.
ez volt és egyetért azzal, azt mondja, ha nem lett volna karábbi gettek, nem az lett volna, hogy már régen, évek óta írják így, akkor ő is írt volna Pest, amit Budapestnek is neveznek, mert még mindig jobban el van terjedve a Pest, és később csak kevésbé népszerű a Budapest. Ez volt az első érvelése. És utána hozott egy második érvelés, ami nagyon komoly érvelés. Itt pedig vissza kell menni egy korábbi időre. Vissza kell menni a korábbi időre, és a korábbi idő ez az, amikor alakul a zsidóság itt, Budapesten. Direkt mondom Budapesten, mert Pest, Buda és Budát, Pestet, Budát és Óbudára gondoltam. Először voltak a zsidók Budán, aztán a végén annak ki lettek űzve, nem volt Pesten, nem volt zsidó, Budá megszűnt a zsidó település a várban, aztán a zicsiék, ők behozták és kedveltek, jónak tartottak a zsidó települ, ahogy a zsidók települjenek le ott, és ezért Óbuda lett egy nagyon komoly hitközség. Megengedték, hogy hitközséget alapítsanak, rabbit, intézményeket, zsinagógát, minden, egy komplett komoly zsidóság, rabbival, rabinátussal, bézdinnel, minden. A rabbia Óbudának, a rabbinak Óbudának itt ebben az időben, amikor mi beszélünk, az pedig Münz Mózes volt, 1750-től 1831-ig volt a rabbi. Ő volt Óbudának a rabbi, és utána egész Pest megyenek a rabbia lett. Óbuda után lassan alakul a zsidóság Pesten, még nem nagyon volt szabad a zsidók legyenek, lakjanak itt, ez lassan alakult, közben már megengedték egy ilyen zsidó szállodaféle. No, és Münz Mózes, vagy Mojse Münz, ő úgy képzelte el, mivel a zsidóság az főleg, hogy történelmileg mindenképpen történelmileg és főleg Óbudán vannak, akkor ez a kispesti település az mindenképpen Óbudához tartozik. Hosszú a történet, a Büchler Sándor könyvében a zsidók története Budapesten van neki több oldalon keresztül, hol Münz Mózes nagyon-nagyon akarta, és minden áron akarta, hogy Pest az Óbudának a fiók közössége legyen, és ezért, amikor a Boszkovics rabbi ide költözött, akkor minden áron megtámadta. Jó, de akkor még nem volt komoly zsidó élet, akkor még egy ilyen szálloda volt, stb. Évekkel később, már Budapest, rosszul mondtam, Pesten már egy nagyon komoly közösség van, sőt, már elképzelhető, hogy többen laknak Pesten, mint Óbudán. De mindenképpen megközelíti. Milyen évben beszélünk itt, 1825-ben. 1825 körül akkor kaptak engedélyt, hogy rabik vegyenek fel, és gyorsan felvették a rabit. A rabit, akit felvették itt,
az Várman Izrael volt, 1755-től 1826-ig élt, és ő volt Pest első rabja. No, ez már nem nagyon tetszett Várman, rosszul mondtam. Az, hogy Várman lett a rabja, ez nem nagyon tetszett Münz Mózesnak, mert Münz Mózes úgy gondolta, hogy Pest az még az ő fiók hitkösége, és ezért, amikor Várman rabbi először írt kettet vállólevelet Pesten, akkor Münz Mózes megtámadta azzal, hogy nem kóser a gett. Miért nem kóser a gett? Azt mondta. Mert a Óbuda az itt a központ, Óbudán nem csak forrásvíz van, hanem még idézőjelből teszem, meleg vízek, vagyis ilyen gyógyfürdők, és ezt be kell írni Óbudán. Ha Óbudán be kell írni, hogy mondtam, a város minden neve plusz a források, és a meleg forrásban gyógyfürdő, azt is be kell írni, akkor Pest, ami Óbudán mellett van, csak a Duna másik oldalon van, azt szintén be kell írni, hogy a meleg vizek vannak. És mivel Várman rabbi nem írta, akkor ezért nem kóser a gett. Ez egy halachikus vita volt, érezhető benne, hogy érezhető, feltételezünk, hogy mögötte volt még egy dolog itt, hogy ő el fogja dönteni, hogyan kell írni Pestet, a gettet, és ha azt tudja elérni, hogy írják oda a meleg források, akkor még jobban fog Pest kapcsolódni Budához. Több rabbi megszólalt ebben a témában, meg is van Várman rabinak az érvelése, a levele, a hosszú levele, amit Várman rabbi írt, ezt pedig Efraim Zalman Margaliot Lembergi rabbinak a Responsum könyvében található. Ez a könyv 30-40 évvel ezelőtt megjelent először kéziratból, és ott található Várman rabbinak a levele, Margaliot, vagy inkább ilyen askenázi kiejtésben Margolius rabbi, aki híres rabbi volt, egyébként bonkár volt a polgári foglalkozásában, de nagyon híres volt, ír neki is, érvel, hogy miért kóser. Miért nem kell írni itt, hogy gyógyfürdő van, mert Pesten nincs gyógyfürdő. Óbudán van, Pesten nincs. Margolis rabbi ezt elfogadta. Közben van egy levél, megjelent, azt hiszem, hogy Münz rabbinak a levele és az érvelése az nincs meg, de megvan az a levél, amit a pozsonyi rabbi, amit a pozsonyi rabbi válaszol neki. A pozsonyi rabbi az 1762-től 1839-ig él. És ez benne van itt a Hatam Soifer, a pozsonyi rabbi Schreiber Mózesnak a Responsum könyvében. Ez egy hosszú, elég hosszú, relatív hosszú levele. Azt mondja, azt írja Münz Mózesnak, megkaptam a leveledet, amikor nem voltam otthon, épp nyaralás, nyaraltam, és tegnap bementem, hazamentem, mert akkor kellett esketni valakit, hazamentem Pozsonyba, és ott találtam a levelet. Amit te írtál, a nagy baj az, hogy nincs ideírva, hogy meleg vizek vannak, és mondja, elnézést, nem kell meleg vizek, mert nincsenek meleg vizek. Szóval nem ért egyet vele, és a végén így is maradt, Pesten nem említjük a meleg vizeket. Itt van egy eredeti pesti vállólevélget, ez 1960, mikor? 66, 1966-ban eredeti a Héber
levél, és csak az van írva, forrás vizek mélybe ér ott. Itt van egy levél még egy háború előtti, ennek nincs meg az eredeti, nekem hanem a másolat, 1939-es levél, és itt is csak az van írva, mélybe ér ott forrásvíz, nincs megemlítve, hogy melegvizek, mert Pesten nincsenek melegvizek. Ez lejátszódott 1825-ben. Most, majdnem 10 évvel ezelőtt, 1800, most rosszul mondtam, 1874, és az pedig 1825. Ó, az jó, 50 évvel korábban. Jó, 50 évvel korábban. Jó, bocs, azt hittem, hogy pár évvel később csak. No, erre azt mondja Mannheimer Rabbi, ha most egyesítették Pestet, Óbudát és Budát és Óbudát, és innentől kell fogunk írni Budapest, ha azt írjunk, hogy Budapest, és gondolok mind a három városra, akkor megint az a kérdés, ennek az egység, Budapest egységnek van forrás, gyógyfürdője, vagy nem? Ennek egy részének van, egy másik részének nincs. Akkor bonyolultabbá válik az, hogy most hogyan kell írni Budapestet, van forrás víz, meleg forrás víz, vagy nem? Ez elkerülni ezt a problémát, ugye a második érvelésként, hogy ha nem muszáj változtatni, ne változtassuk, de nem csak ha nem muszáj, hanem mindent megtesszük, nem változtassuk, mert ha igen, akkor baj lesz, nem fogunk tudni, hogyan kell írni. Meleg forrásvíz, sima forrásvíz, és ezért jobb, hogy ez ne kerüljen bele. Ezt írta Mannheimer Rabbi, utána ez a levél tovább ment, a kérdés, Ekster Rabbi tovább konzultált a Lembergi Rabival, Josef Saul Natanzon, aki nagyon híres galiciai rabbi volt, és ő nem volt annyira elkötelezve. Azt mondja, Pest, a Pest, ami Budapestnek neveznek, az nem tetszik. Az nem tetszik nekem. Mert Pest az a főneve. Azt írni Budapest, amit Pestnek neveznek, hogy lehet az új név jön a régi név előtt. Azt mondja, talán el fognak múlni az évek, amit fogunk írni Budapest, amit Pestnek neveznek. Erre ez nem nagyon tetszett a Eckstein rabinak, és főleg megcáfolja több szempontból, de főleg azért azt mondja, az ungari rabinak az érvelése, hogy nem lehet írni a meleg forrás, hogy ez a nagyon meggyőző érvelés, kerüljünk el ezt minden áron. Most. Én úgy emlékszem, de most nem találtam ezt, hogy valamelyik rabbi úgy írta, hogy ne csak a vállalevélben ne változtassuk, hanem még egy magánlevélben is úgy írjan a rabbi, hogy Pest, mert így nem lesz kérdés. Azt mondja, még kerüljen el azt, hogy még a magánlevélben se írjan azt, hogy Budapest. Most ezt nem találtam. No, szóval, akkor emiatt eldőlt, várja, azt is írja, nagyon fontos, hogy ő úgy döntött, hogy nem írjunk Budapestet, se a vállalevélben, meg a kötubában is úgy írik, hogy eddig, később lett a
a pesti ordoz hitközségnek a főrabia lett Szoifer Chaim, egyetértett ezzel, kész. Most, pontatlanul mondtam a dolgokat eddig, mert azt mondtam, Pest vagy Budapest, nem, nem erről van szó. Pest. Ez a további kérdés. Pestet írjuk, vagy Pestet. Most, a vállólevélben írjuk Pest, amit Pestnek nevezünk. Pest, amit Pestnek nevezünk, nem rossz irányba, Pest, amit Pestnek nevezünk. Miért? Mert a zsidók és német nyelven Pestnek mondják, magyarok mondják Pesten, Allah azt mondja, hogy először a főnév az, hogy a zsidók mondják, és utána, ahogy a többi lakó mondja. És ezért Pest, amit Pestnek neveznek. És utána a többi. Most. Kérdés az a kötúban van, hogyan írjuk. Pestet vagy Pestet? Amikor jöttem Budapestre, azt hiszem, hogy az első esküvőm, ahol én voltam az eskütő rabbi, ez talán már 90-ben volt, és akkor nem is tudtam az egész kérdésre, vagy nem éltem el a kérdésben, és elképzelhető, hogy akkor írtam én, hogy Budapestet, én rögtön most megnézem. Másodperc. Azt hiszem, hogy az első vagy a második talán egy, vagy két, megvan. Igen, meg is találtam. Ez 1991, ilyen március táján, és azt írtam Budapest. Húha. Azt írtam ott Budapest. És még mindjárt ki fog derülni, hogy ezt is rosszul írtam. No, később rájöttem, oppa, valamit nem stimmel, meg kell nézni, hogy hogyan írták régen, és aztán eszembe jutott az én mesterem, Grünwald József pápai rabbi, sajnos elveszítette a feleséget a holokauszban 10 gyerekkel, és újra házasodott 1946-ban, itt Pesten, a nagyszüleimnek a házában, ott lent az udvarban, mondta a pápai rabbi, maga rabbi volt, a soproni rabbi, Pózen rabbi volt, az eskető rabbi, az tudti, hogy jól van megírva, az apám utána nézett, a rabbi már nem élt, az özvegye még élt, és azt mondta, ott van írva, hogy Pest. Jó? Akkor úgy kezdtem írni, a következő házasságokban éveken keresztül írtam Pest. Pest. Aztán kezdtem egy kicsit hezitálni. Miért? Mert egyre kevésebb zsidó volt itt Budapesten, aki azt mondta, hogy Pest. Külföldön az ortodox zsidók, a magyar származások mondanak, hogy Pest, vagy Budapest, de hát itt Magyarországon már nagyon kevés volt ebből. Kezdtem hezitálni, hogy mi a helyes, és erre azt kezdtem írni, ugyanúgy a getben megemlíteni mind a két nevet. Pest, amit Pestnek neveznék. És így benne van a régi hagyományos nev, illetve az a név, amit mindenki mondja. De ez még nem az utolsó állomás. A következő állomás az, hogy ebben is kezdtem kételkedni, mert ma már szinten senki nem mondja itt Budapesten, vagy majdnem senki nem mondja Pestet. Még a külföldiek is, akik angolul beszélnek, németül beszélnek, ők mindek kezd, ők is mondanak, hogy Pest. Well, I am going to Pest. Mir gehen zu Pest? Kezdtek használni nagyon-nagyon erősen a Pestet, a zsidók is, már nem voltak azok a
öreg arra, ortodox zsidók, akik jidisül beszélték, és mondtak, hogy Pest. Mondtam, hát, és ez a mi értelme megemlíteni a Pestet? Igen, ez a hagyomány. Erre tavaly feltettem a kérdést Ciner rabinak, az a mesterem, Ciner, Gabriel Ciner, egy két polcnyi könyvet írt a halakában, még sok röspontom és minden más. Mondom neki, figyel, igazán nem tartom helyesnek már megemlíteni a Pestet, tehát ez senki nem használja, kicsit, egy kicsit, mint egy elfelejtett név, lehet, hogy Brooklynban még nincs meg elfelejtve, itt Budapesten már inkább. Azt mondta, igazad van, innentől kezdve már írja csak Pestet. És már volt azóta esküvő, ahol írtam csak Pestet. Szóval ez egy téma, nem írunk Budapestet a mai napig, se Budapest, se Budapest, hanem régen írtak Pestet, utána kezdtem írni Pest, ami Pest, és ma már Pestet írunk. További kérdés, hogyan írjuk a Pestet? Modern Héberben Pest az három betű, Pésin, Tet. A jidisül, a fonetikus átírás az P-I-N, Sin, Tet. A kérdés, akkor írjuk itt jidisül át a nevet, vagy Modern Héberben? A halakha azt mondja, fonetikus átírások a neveknek, azt jidisül kell írni. És ezért, ha írok Pestet, akkor P-I-N, Sin, Tet. És nem P-Sin, Tet. Ha írok Budapestet, Modern Héberbe, az hat betű, Bét, Vav, Dalet, P-Sin, Tet. Ha írok ez fonetikusan, akkor nyolc betű, Bét, Vav, Dalet, Alef, P-I-N, Sin, Tet. Most, abban az első házasságlevél, amit 91-ben írtam, sajnos nem ismertem, nem éltem el a halakában, írtam Budapest, Modern Héber, úgy hat betűből Buda és Pest, és még ez nem is jidisül. Ma már ismerem a halakát, és már odáig jutottam, hogy Pest, de jidisül P-I-N sintet. Ez a Pestnak az oldala. Most menjünk át a másik oldalra, amikor először eskedtem Óbudán, akkor úgy írtam Eufenjasan, ó, ami héberül a régi neve Óbudának, amit Óbudának neveznek. De az nagyon gyorsan rájön. Ugyanúgy, hogy Pesten írtam Pest, ami Pest, akkor gondoltam, hogy Óbudán írni Eufenjasan, ami Óbuda. De azt nagyon gyorsan rájöttem, hogy az semmiképpen nem jó. Azért sem, ott nem írjunk gettet ott, illetve nincsenek olyan emberek, akik Eufenjasannak nevezik. Nincs ott rabbi, aki írna Eufenjasan. Köve Slomo se ír Eufenjasan. Szóval ez nem létezik, ez egy igazán elfelejtett név. És a getben és a vállólevélben is úgy van, hogy próbál írni mindenféle beceneveket, de elfelejtett neveket nem szabad írni, mert ez nem a neve a városnak. Ha nincs használatban, az nem veres a városnak. Akint Brooklynban mások is nem magyar nem használják Eufenjasan. Aki történelmet kutat, ez tudja, hogy Eufenjasan, de nem használják. Ez egy jó, volt is egy gettet, amit cseréltem. Házasság levelet, amit cseréltem, és levettem az Eufenjasan, és csak Óbudát írtam benne, héber, jidis átírásban, héber betűken. Mert egy elfelejtett nevet nem lehet írni. Sajnos sokszor, de már előfordult nem egyszer, külföldi rabbi jött esketni ide Pestre. Van, aki ilyenkor felvesz a telefon és megkérdezi, hogyan írjátok itt Pesten a Ketubában, ugyanígy, hogy én felvettem a
telefont az unokatestvéremnek, aki a Monciban rabbi, hogy hogyan kell írni a múlt heti esküvő kapcsán, a Benji barátunknak az esküvője kapcsán, hogyan kell írni, és kiderült, hogy teljesen meglepő volt, nem is gondoltam, hogy a városon belül van még egy kisebb település, és akkor mind a két nevet használnak, szóval külön téma. Ugyanígy más rabik engem hívnak fel, és rendben van. Vannak olyan, akik nem hívnak fel, nem gondolkodnak, és írják Budapestet, először írják Buda és Pestet, modern Héberben, és ez sajnos nem helyes. Mit akartam még mutatni? Én azt hiszem, mindent megmutattam. Természetesen még sokkal részletesebben is lehet elmondani, de a lényeget elmondtam, és tudtam bemutatni a különböző forrásokat. Legalább három vagy négy név responsum levél van a forrásvizek, a pesti forrásvizek kapcsán, hogy hogyan kell írni, de az egy külön téma, a lényeget elmondtam. Adjen Isten, minél kevésebb kett vállólevél legyen, és minél több kötubba házasság levél legyen kitöltve, akár Pesten, akár Budán, akár Óbudán, adjen Isten, és mindenképpen Benji barátunknak, aki kapcsán felmerült bennem ez az egész gondolat, hogy ezt megírni, mazel tovot kívánok neki, kedden volt az esküvő, ugye első házasság esetében, ugye ez egy héten keresztül ünnepelünk, mindig ünnepelnek, mazel tovot kívánok nekik, és legyen mazel tov minden ember, minden hallgató életében, és minden ember életében. Köszönöm a figyelmet, csak ránézek. Na, látom, hogy van itt kérdés. Akkor Kata, az a kérdésem, miért maradt Pest vagy Buda? Álljál, nézem, elugrott a kérdés. No. Miért mondtak Pest helyen? A válasz erre az, németül az Pest, és a zsidók is használtak a Pestet. Miriam azt kérdezi, vajon a többi Budapesten élő rabbi sem használja Budapest elnevezést? Jó kérdés, nem néztem utána. Kata, az a kérdés, hogy miért maradt Pest vagy Buda a halakába, amikor hivatalos neve a magyar fővárosnak Budapest? Ó, Buda valóban Ofen volt, Ofen gyorsan a középkorban, de volt Pestnek is a neve, de volt Pestnek is a neve is Ofen. Azt nem hiszem, Budának van a neve az Ofen, Pestnek nem. És ahogy mondtam, azért maradt ez a néve, mert még mai napig is használja Pestet önállóan, és ha kezdünk írni Budapestet, akkor a meleg forrásokban ütközünk, és próbálunk úgy írni a nevet a Ketubában, ahogy a Getben is. Nem eltérő módon. Jó, akkor megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Folytatjuk holnap a Zohárt. A Zohár az nem lesz itt online, a Facebookon, hanem a Vasváriban lesz 7 órakor. Mindenkit szeretettel várunk. Kedden újra itt leszünk, kedden és szerdán. Csütörtökön nem, csütörtökön bármicsan leszek, és sajnos a csütörtöki óra el fog maradni. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok, sziasztok!